Hogyan ismerkedtetek meg a korcsolya sporttal, és mikor döntöttétek el azt, hogy jégtáncosok szeretnétek lenni? Tiéd a szó. Ezt nagyon szeretjük elkezdeni. Én először totál véletlen folytán keveredtem le egy szabadtéri jégpályára, egy tó volt a közelünkbe befagyva, és anyukám azért szerette volna, hogy én megtanuljak korizni, mert ő neki a nagy kedvence az a Regőci Sallai kettős volt. Ugyan semmi közünk nem volt családi szinten a sporthoz, de ő szerette volna, hogy megtanuljak korizni, és akkor végül is elkezdtem járni tanfolyamra, ahol megtanultam korizni, de ott anyuik nem is akarták, hogy tovább menjek ilyen sportszinten, de egy barátnőmnek az apukája kitalált, hogy akkor keres nekünk egy komolyabb edzőt, és egy jégtánc edzőt talált, úgyhogy én így a totál véletlenből lettem jégtáncos, és egy 10 éves korom óta jégtánc határozta meg az életemet 20-as éveim elejéig. Na látod? Csak ha már anya annyira szereti, akkor ezt elmondtam. Nálam egy kicsit talán akkor így lehet mondani, hogy előbb kezdődött, de nem is tulajdonképpen nálam, hanem a nővérem kezdte ezt az egész történetet. Révén, hogy eleve a család egy ilyen téli sportokat kedvelő családnak mondható, valamint az, hogy a nővéremnek, ami kiskorában volt egy ilyen légúti, hát gondja, amire akkor azt javasolták az orvosok, hogy menjen valamilyen hideg helyre, akkor így jött a jégpálya. Ez ebből így nagyon szépen ki is gyógyult, és hát közben megszerette. És hát így keveredtem le én is tulajdonképpen így először csak nézőként, aztán később a műjégen elkorcsolyázgattam ott az apukám lábán, inkább akkor még csak ültem, meg aludtam ott. És aztán hát igen, a nővérem, ő egy ideig műkorcsolyázott, és utána tulajdonképpen én is elkezdtem edzés szinten ezt űzni. Ehhez az is talán kicsit hozzájárult, hogy amikor anyukám megözvegyült, akkor úgy nehezebb volt a két gyereket úgy két külön helyre járatni, és akkor mivel nekem is tetszett, akkor én ott megvetettem a lábamat szintén ott a jégpályán, és aztán szintén követve a nővéremet, aki utána a műkorcsolya helyett a jégtánc irányába fordult, én is, hát most, hogy pontosan hány éves koromban, nagyjából ilyen 7-8 éves koromban köthettem ki Berec Ilonánál, és gyakorlatilag innentől kezdve, hát én is nagyjából egy kicsit tovább, de a jégtáncnak szenteltem a minden maradék szabadidőmet. Voltak közben kisebb kihagyások. Először egyébként Parta Krisztinával kezdtem elkorcsolyázgatni, aztán utána úgy alakult, hogy hát ő kinőtt engem, ami egy elég gyakori jelenség, tekintve, hogy a lányok egy kicsit előbb megugranak így a növekedésben. Én akkor egy jó pár évig más sportokat is kipróbáltam, úgy, mint például a foci, de vagy a vívás, a törvívás, azt csináltam 4 évig, és utána kanyarodtam vissza a jégtánchoz. Mikor találkoztatok ti ketten, hány évesen, és milyen emlékeitek vannak a kezdetekről, az első edzésekről? Mi elvileg találkoztunk a 2000-es évek elején külön párral versenyen, de teljesen más edzőnél voltunk, tehát igazából oké, majd a Palázs, én a túlvacu Dóri, de így ennyi. És utána én edzőt váltottam, akkor mentem át Bereczili nénihez. Balázsnak akkor nem volt úgy párja, akivel egyértelműen versenyzett volna, hanem inkább ilyen edzőpartnere volt. De akkor rögtön az első edzésen kitalálták, hogy hát mi tökre összeillünk, magasságilag is kinézett, tehát ugye az abszolút ideális, úgyhogy végül is az első edzésen kipróbáltuk, másfél
hónap múlva meg elindultunk az országos bajnokságon. Igen, hát ez pontosan így történt. Én arra emlékszem, hogy pont ezután a vívó, hát karriernek nem nevezném, de a vívó próbálkozásom után volt egy elég jó lehetőség az akkor még létező Sportország SC-nél, és én nekem nagyon hiányzott a korcsolya, és ez egy ígéretes hát csapatnak tűnt, voltak támogatások, és ez emiatt én visszatértem ugyanúgy Ili nénihez, és hát azért volt mit behozni, a 4 év kihagyás az rengeteg, úgyhogy szépen lassan elkezdtem behozni ezt a lemaradást, viszont hát nem igazán úgy, ahogy a Dóri is említette, volt egy-két edzőpartnerem, de úgy nagyon hiányzott az, hogy tényleg úgy legyen valaki, aki hasonlóan elszánt, tényleg minden térmunkában, magasságban passzol, úgyhogy én már nagyon vártam valakire, hogy végre akkor elindulhassunk egy úton, és lehessen dolgozni, úgyhogy én arra emlékszem, hogy én nagyon örültem, amikor így. És már be volt harangozva, hogy lesz egy lány, és akkor, amikor megláttam, hogy ez a Dóri, hát akkor úgy látásból már úgy nagyjából, meg úgy egyébként is versenyekről ismertük egymást, úgyhogy ott kifejezetten örültem. Hogy ment az összeszokás nektek, és utána, amit Dóri említettél, hogy akkor igen hirtelen másfél hónap múlva ti már az országos bajnokságon versenyeztetek. Hogy éltétek meg azt az első versenyt együtt? Igazából a lendület vitt, már bele se gondolt, tehát egy másfél hónap alatt nem lehet rendes programot csinálni, tehát ilyen hip-hop összeraktuk, de az a kezdeti lelkesedés az annyira vitt, hogy csináljuk, hogy ez nem is okozott problémát. Nyilván egyébként reggeltől estig igen voltunk, tehát napi több edzéssel sikerült ez. De gyakorlatilag ez az intenzív munka is akkor megmutatta, hogy van értelme ezt közösen folytatni, mert egyrészt jó hangulatú volt a munka, hatékonyan tudtunk együtt dolgozni, és igazából nagyon jó volt ez az OB is, mert azért sikerélmény volt, hogy meg tudtunk csinálni egy színvonalas két programot, de már nagyon vártuk a következő szezont, hogy akkor ez rendesen, ahogy kell egy év alatt felépíteni egy teljes szezont, hogy normálisan legyen idő a két koreográfiát megcsinálni, végigmenni, hogy először kisebb versenyek, majd ugye haladunk a szezonban a fontosabb versenyek felé. Úgyhogy jó volt ez az első szezon is, de szerintem a következőt a sokkal-sokkal jobban elvesztük, hogy volt mindenre időnk. Igen, természetesen, de még amire én így vissza tudok emlékezni, az az, hogy hát szerintem egy kicsit azért így félelmetes is volt, mert ugye egyből juniorban kellett elindulnunk, korunkból kifolyólag. És neked az volt az első. És nekem az, volt hosszú idők óta egyáltalán az első versenyem. Nekem teljesen kimaradt jó pár korosztály, tehát talán akkor még serdülőben hagyhattam így abba, tehát akkor mondjuk akkori rendszer szerint az ifi az teljesen kimaradt. És akkor így rögtön így a junior, és akkor rögtön országos bajnokság, és ez kicsit így ijesztő is volt, de ugyanakkor meg egy óriási kihívás. Úgyhogy belevetettük magunkat. Igazából meg nekem meg felüdülés volt, mert végre egy olyan partnerem volt, akinek tudtam, aki mellé büszkén odállhattam a jégen, mert tudtam azt, hogy az ő tudása, az a korcsolyázás színvonal, amit képvisel, az olyan, ami mellé szívesen odáll az ember, mert tök jó, hogy mind a ketten szeretnénk is, szeretünk is dolgozni, és ez látszik is. A junior korosztályban aztán ugye két világbajnokságon is részt vehettetek, és 2010-ben a legjobb 10 közelébe kerültetek ezzel a 12. helyen. Milyen élmények értek titeket a junior évek alatt? A ti időszakotokban milyen volt a junior mezőny, milyen volt ott a top 10 közelébe tartozni? Köszönöm. Köszönöm. Jó. Hát nekem ez egy óriási élmény volt a junior évek. Ugye ezután az egy darab országos bajnokság után elkezdtünk felkészülni a következő szezonra, és akkor így rögtön így kaptunk így
két Grand Prix két junior Grand Prix lehetőséget. Az egyik az Csíkszereden, ez volt a szezon első versenye, egy korai verseny. Hozzáteszem, egyébként mai napig szerintem az egyik legjobb hangulatú verseny. Nagyon jó hangulatban, tehát igen. Illetve a második, az se, nem, Sheffield. De Sheffieldben. És persze közben voltak kisebb versenyek, de a szezon indító verseny az maga ez a csíkszeredai Grand Prix volt, ami egy magyar országos bajnokság után egy élesváltásnak, én egy élesváltásnak éltem meg. Ugye ott voltak az amerikaiak, a kanadaiak, oroszok, a szokásos kisebb nemzetek is, és egy elég komoly kis mezőny volt, és hát én így a mély vízben éreztem magam, de ugyanakkor nagyon, hát próbáltunk így derekasan helytállni, és hát ugye utána következő évek, hogy is volt? Volt még két junior szezonunk ezután, vagy egy? Még kettő. Tehát összesen igen, hat Grand Prix volt. Igen. Igen, hat junior Grand Prix. Tehát az első évben nem sikerült a junior világbajnokság, viszont a második és harmadik junior évben ott igen. Erről még majd biztos te is sokat mesélsz, de igen, az a hágai 2009-2010-es szezon megkoronázó világbajnokság, az is egy nagyon jó élmény volt, már csak azért is, mert én ott úgy éreztem, hogy ott tényleg így kikori... Hát egyrészt igen, de nem is csak az eredmény miatt, hanem hogy ott tényleg nagyon jól korisztunk szerintem. Sajnos a mai napig azt a kür felvételt azt így kutatjuk, azt valahogy így nem sikerült megszerezni. És akkor most mondjál pár szót, akkor nem, elfogytam. Igazából nem csak a junior évek, hanem a teljes pályafutásunk nekünk ilyen kicsit ilyen hullámhegy, hullámvölgy. Mindig kaptunk egy-két pofont, amiből mindig igyekeztünk felállni, és gyakorlatilag mindig fel is tudtunk, és nem tudtak olyan akadályt az utunkba állítani, hogy ne legyünk még motiváltabbak, de azért nem volt egyszerű dolgunk. Azért számtalan nehézség volt, de ami szerintem átsegített mind a junior, mind a felnőttben, hogy mind a ketten annyira szerettünk korizni. Tehát amikor nem azt nézem, hogy hányadik vagyok egy versenyen, hanem maga az az élmény, hogy milyen lefutni egy hibátlan programot, pont amit a Balázs is mondott, hogy Hágában, igen, ott úgy tudtunk lejönni a jégről, hogy tök jó, hogy hányadikak lettünk, és ott tényleg jött az eredmény, de szerintem ott nem is az volt a fontos számunkra, hanem úgy jöttünk le jégről, hogy abból kihoztuk a maximumot, és úgy tudtuk lezárni a junior éveinket, hogy részünkről nem maradt benne semmi. Most az, hogy hányadikak, pont az első sporták, tehát ugye az nem csak rajtunk múlt, de az egy nagyon jó hangulatú verseny volt, és azért a junior éveinkben kezdtünk el nemzetközi szinten is, nem is mondom, hogy kapcsolatokra szert tenni, tehát akkor kezdtünk el kijárni külföldre, koreografáltatni, és azért ez egy tök nagy élmény volt, amikor akkori idők legnagyobb jégtánc bázisára, ugye Kantonba tudtunk például kimenni, Igor Spielband és Manuel-hoz, és ugye akkor még ott volt a Tessa Virtue, Scott Mayer 2, és Meryl Davis, Charlie White, tehát ez egy hatalmas dolog volt, hogy mi odáig eljuthattunk, és ilyen emberek segítették a mi felkészülésünket. Igen, illetve még előtte az első ilyen közös nemzetközi együttműködés az Galit Csáittal volt. Először egy ilyen berlini edző. 3 éven keresztül dolgoztunk vele együtt. Sőt, három szezon. Igen, ő készítette mondjuk a kürjeinket, és vele is nagyon, hát vele is edzőtáboroztunk az ő tanítványaival, a Zerecki-Zerecki párossal is, vagy akkor még Reed párossal edzettünk együtt, és ez nagyon meg kinyitotta a világot. Nyilván az már csak a megy volt a tejszínhabban, vagy a szórás a megyen, amikor egy jégen korizhattunk a Meryl Davis Charlie White-tal, vagy a Tessa Scott párossal. Hát azt szerintem hosszú távon nem is
tudtuk volna, hogy kezelni. Tehát abból annyira sok idő sajnos nem jutott ki, de igen, mindenképpen ezek a junior évek, ezek meghatározóak voltak. És hát én nagyon hálás vagyok azért, hogy ezek a feltételek biztosítva voltak. Ez egyrészt az, hát nagy, tulajdonképpen óriási szüleinek. Részben a Dóri szüleinek, de ugyanakkor az én családi hátterem is, hogy ők támogattak mindenben. A családjéknek köszönjük. Igen, úgyhogy nagyon, ez egy nagyon szép időszak volt. Két világ és két Európa bajnokságra is kijutottatok, illetve két világkupa is volt, egy Franciaországban és egy Japánban rendezett világkupa, és ezek között talán, ami a hab volt a tortán, hogyha így visszautalhatok arra, amit te is említettél, Balázs, az a hazai rendezésű 2014-es Európa bajnokság, amelynek ugye a promó anyagait is veletek készítették el többek között. Milyen volt a főszereplőjévé válni ennek a folyamatnak, egy ilyen hazai rendezésű világversenynek? Hát kezdjük el, ugye két évben, két VB-n vettünk részt, mondtad. Amit szerintem nekünk sokkal nagyobb érték, az, hogy mi Grand Prix-n vehettünk részt, mert az EBVB-re sok ember kív, de az, hogy Grand Prix-ra meghívást kap felnőttben, az egy nagyon nagy dolog, és pont ugye mi ez a nagyon sikeres junior VB szereplésnek köszönhetjük, hogy mi kijutottunk két világkupára is, úgyhogy először is az volt szerintem nagyon meghatározó. Hát a hazai EB az meg mindent vitt. Ugyan nem úgy sikerült, és az egy hosszú folyamat volt, hogy mi ezt lerendezzük magunkba, hogy úgy alakult, ahogy, de nekem a mai napig egy nagyon kedves emlék, mert amire visszaemlékszem, az a vastaps, amikor beindult a Hajmási Péter, Hajmási Pál a gálán, és ugye mindenki nekünk tapsolt, vagy a rövid program alatt, amikor a swinggel indult, és gyakorlatilag a zenét sem hallottuk, csak a vastapsot. Úgyhogy onnantól kezdve, hogy hányadikok lettünk, akkor az fontos volt, de ma nekem ma már ez nem számít, sokkal, sokkal értékesebb az, amit mi átélhettünk a közönség révén. Igen, hát én ha lehet ilyet mondani, nekem tulajdonképpen már, tehát ezt te mindig egy kicsit nehezebben, vagy neked ezt sokkal tovább tartott ezt így feldolgozni. Én ezt nem éltem meg akkora kudarcnak, hogy ott pont egy helyen maradtunk le. Én ezt kicsit egy ilyen, hát egy komikus esetnek vélem, vagy hát szóval ugye mindenki tudja, hogy ez egy pontozásos sportág, itt ugye jégtáncról beszélünk, tehát a legszubjektívabb, a leg, hát hogy mondjam, hogy ez így szalonképes legyen. Tehát a lényeg az, hogy valóban ott az egy hely, az már tényleg szerintem illet volna, hogy meglegyen. Főleg úgy, hogy ott olyanok jöttek belénk, akiket a szezon alatt, és ez volt a legversenydúsabb szezonunk az egész pályafutásunk alatt. Tehát, hogy mentünk versenyről versenyre, mert nagyon szerettük volna azokat a ranglista pontokat, nagyon szerettük volna a VB kvalifikációt, ami egyébként sikerült is. Tehát, hogy olyanok vártak ott meg az EB-n, ha jól tudom, egy vagy két vagy több pár is, akiket egyébként a szezon közben pedig sikerült magunk mögé utasítani, de természetesen ott nyilván az adott teljesítmény számít, akkor is aznap. De mivel én úgy éreztem, hogy egy nagyon jó programot futottunk, ezért valóban ott egy kicsit azért ez, hát rosszul esett, de én inkább azt, pont az, amit mondtál, hogy hazai közönség, tényleg óriási, vastaps, örömkorcsolyázás, ez ami nekem így megmaradt, és én kicsit így talán ezen így hamarabb túl tudtam lépni. Igen. De hozzáteszem, hogy nekem annyira a szívem közepe az, hogy mi mit kaptunk ott a közönségtől, meg milyen érzés volt. Szerintem mondtuk, hogy nem is hát ilyen neki, hanem nekik parisztunk. Nekem a mai napig az egyetlen egy kép van kint a koris múltamból a lakásunkban, de mondjuk az jó nagyba, tehát a plakát van kirakva,
mert az olyan igazán szép emlék, hogy mi ennek a részesei lehetünk. Mert azért ezt kevesen mondhatják el, hogy hazai közönség előtt korcsiasztnak ekkora volumenű eseményen. Igen. És még visszatérve a világkupákra, az tényleg egy óriási mérföldkő, ami nekünk ott megadatott lehetőség, viszont én egy kicsit korainak éreztem azt ott, tehát megszaladtak ott a junior évek, meg az utolsó junior év nagyon jól sikerült, és akkor már megint csak egyébként egy világkupa meghívást kaptunk eredetileg, de pont egy sérülés miatt a legkorábbi világkupára is betettek minket tartalékban. Jó, de nem ez számít, hanem az, hogy az kicsit felkészületlenül ért minket, tehát szerintem még ott nem voltunk egy igazi szenior pár, azért ezt bevallhatjuk, és az egyik legnehezebb kötelező tánccal megspékelve, ugyan jót futottunk, de én azt gondolom, hogy mondjuk egy két évvel később ugyanezek a világkupák sokkal jobban sikerülhettek volna, és ez ugye akkor meg már nem volt rá lehetőség. Igen, nekünk az egész pályafutásunk alatt szerintem az egy nagy hiányosság volt, hogy gyakorlatilag estünk, tehát hogy egyik versenyből, egyikéből estünk a másikba, de nem volt egy ilyen tudatos menedzsment mögöttünk, aki segített volna, és igen, ez hiányzott az, hogy mi juniorból felnőttekké váljunk. Tehát ennek van ott a hiányérzet, amit mondom Balázs, hogy nem voltunk eléggé felnőve. Tehát ami ma már azért szerintem a korcső sportágban is, de több sportágban is megfigyelhető Magyarországon, hogy egy komoly menedzsment van a sportolók mögött, ez nekünk akkor nem volt. Tehát így kicsit a szüleink menedzseltek, mi magunkat, de hogy úgy nem volt egy olyan, aki ezt így átlátja, hogy kellene felépíteni teljes egészében is. Persze, de azért nagyon sok segítséget kaptunk szülői oldalról is, edzői oldalról is, tehát ebben csak valóban kicsit több éretlen volt még akkor ez a dolog. Melyik verseny volt, és nyilván ugye, ahogy említettétek, a világkupák, meg a hazai rendezésű EB kiemelkedően kedves a szíveteknek, mely verseny vagy versenyek voltak azok, amelyek akár, ha nem is az eredmény, hanem mondjuk egy vicces, furcsa, emlékezetes történet miatt így nagyon megmaradt bennetek. Hát volt-e ilyen? Nekem volt, mondjuk ez nem konkrétan verseny szituáció, hanem versenyedzés, amikor is otthon felejtettem a gatyámat, és hát a jégtáncban már akkor is, illetve akkor még, most már talán kevésbé gyakori ez, hogy már a versenyedzésen is tip-top kellett mindenkinek lennie, és már lányoknak teljes smink, fiúknak teljes külruha, vagy rövidruha, és hát én otthon hagytam a gatyámat, és akkor a dán sráctól, ez a juniorban volt a Sheffieldi gépén. Aki még jelenleg a Nikolaj Szelenzentől, igen, kértem kölcsön gatyát, és akkor hát az úgy kicsit azért lógott rajtam, mert ő már akkor is úgy azért egy termetesebb srác volt. Most így hirtelen ez jutott eszembe, de biztos volt még. Hát ami vicces, azt nem tudom, de ami még tudom, hogy nagyon nagy kő esett le a szívünkre, meg nagyon meghatározom, megszereztük a felnőtt világbajnokságra való kijutási pontszámot. Azért akkoriban, nem tudom, ez most mennyire nehéz, de akkoriban tudom, hogy ez egy nagyon meghatározó mérföldkő volt, hogy összejön-e vagy nem. És ez Rigában volt egyébként, teljesen betegen. Tehát ahogy hazaérkeztem, én mentem a kórházba, de sikerült megszereznünk, és akkor ott novemberben tudtuk meg, hogy utazhatunk Tokióba, igen. Berecilona volt az edzőtök, ahogy már említettétek is, ő ugye számos jégtánc kettősünket vezette sikerekig. Milyen volt vele dolgozni? Milyen edző? Kemény. Hát ő egy kemény edző, szakmailag egy tulajdonképpen a csillagos ég szerintem, amit ő tud. Reméletlenül mai napig ő az egyetlen jégtáncmester edző, aki ilyen címet kapott. Igen, és hát arra is próbált azért figyelni, hogy ne csak a jégen, hanem a jégen kívül is azért úgy menedzseljen minket, illetve próbált, ami talán azon kívül, hogy tényleg egy elvitathatatlanul
jó szakember, ő próbált mindig nyitni valamerre, tehát akár most akkor itt az előbb említettük a Galitzsájtot, akár a Igor Spielbandék felé, de valahogy mindig megoldódott, hogy nyáron, hogyha nem is minden nyáron, de együtt tudjunk működni, valamilyen akkor éppen felkapott jégtánc műhelye, ha lehet így ezt nevezni, tehát akár Lyont is ide sorolnám, vagy voltunk annó Kanadában is a Carol Lane csapatánál. Meg mi azért is jöttünk ki, mert Illy néni egyet nem szeret, a lusta gyereket. És ebben mi partnerek voltunk, hogy mi nagyon elszántak voltunk, és nagyon-nagyon akartunk, úgyhogy ezért is tudtunk könnyen vele dolgozni, de pont ebből adottak a konfliktusok is, hogy mindenki akarta, csak mindenki nyilván megvolt a saját véleményem is. Azért, amikor három határozott egyéniség összekerül, akkor voltak konfliktusok, de mind azért volt, mert mindenki borzasztóan akarta. És hát nem véletlenül, nem is volt más edzőnk hát 8-9 évet korisztunk, együtt 9-dik behajtuk abba, igen. Tehát igen. Hogy azért az elég hosszú, és hát ha megnézzük a... Manapság ez már ritka, igen, hogy így kitartanak egymással. Akár a párok, akár az edző és a pár viszonyára nézve. Igen. Hát nyilván voltak, azért Illy nénének nem volt könnyű, mert volt azért egyfajta hát, természetünk, vagy úgyhogy ő sokat tolerált ő is, de mindig valahogy így megoldottak, hogyha voltak konfliktusok. Erre rácsatlakozva, mit tartottok a másik legjobb tulajdonságának, és esetleg volt olyan, amit nehezen szoktatok meg a másikban? Hát nekem a legjobb tulajdonság, amit így ki lehet emelni a Dóri, mondjuk, erényei közül az, hogy az alázat, az a szorgalom, és tényleg a mindennek az alárendelése azért, hogy egyről a kettőre jussunk, a sikerért, a munkamorál, akkor így összefoglalva. Hát a legrosszabb tulajdonság, ugye senki sem tökéletes, szokták mondani, és hát ugye volt, hogy ez az akaratosság, ez mondjuk kicsit más irányba tekintett, mint mondjuk amit én gondoltam. Tehát, hogy volt, hogy mondjuk nem egyezett meg a két vélemény, és akkor ott egy... Mi olaszosan edzett? Ott nehéz volt. Hát azért olaszosan nem van azért... Annyira nem voltunk hangosak? Annyira nem, de azért voltak összezőrenések, és a Dóri nem akart nagyon engedni az ő elképzeléseiből. Tehát ez nem igaz. Biztos az évek során azért ez valamennyire te is így alkalmazkodtál ehhez, és nem azt mondom, hogy ez nem javult, de hogy kicsit a kompromisszumot azt nem mindig sikerült könnyen elérni. Akkor így. Balázsnak, hát ugyanúgy, ahogy szerintem, amit mondott a munkamorál, a maximalizmusa, az abszolút, tehát azért ez már néha túlzásokba is esett, amikor neki otthon kellett volna lenni és pihentetni a lábát, de ő akkor is jött, úgyhogy ő sem ismert lehetetlent. Negatív tulajdonság, úgy kimondottan negatív, nem, nyilván voltak, amit mondott a Balázs is, hogy... Jaj, zárántos vagy, de azért mondj valamit! Akkor nyilván az edzéseken volt, amikor éppen felhúztuk egymás agyát valamivel is, mert máshogy képzeltük el. De nem maradt meg semmi olyan negatív tulajdonság, ami így az évekre visszamenek, mert most az ilyen, amire én emlékeznék, tehát... Jó, akkor én itt magamat egy kicsit... Szerintem az életlenségemből adódóan azért volt egy-két komolyabb vitánk, ahol mondjuk nem mindig használtam a megfelelő szavakat, de... Igen, de azt a végigveszük, hogy mi tényleg gyerekekként kerültünk össze, és mikor befejeztük, felnőttek lettünk. Tehát azért pont azt a felnőtté válás folyamatát csináltuk végig együtt. Nyilván éppen ki volt hullám, vagy meg ki volt aki a másik, aki kihúzta.
nyilván ebből is adódtak a konfliktusok, vagy volt egy kicsit, amit mondtam, palaszosan edzettünk, de azt soha nem lehetett elmondani, hogy mi linkeskedtünk, tehát hogy mi mindig mondhatom azt, hogy vált-vált, küzdöttünk és haladtunk előre. És volt egy ilyen nagyon dinamikus, vagy ilyen jól működő, egészséges versengés. Ugye a jégen nem, mert ott egy volt a cél, viszont a jégen kívül mondjuk, hogyha a tanulást veszük, akkor azért két, mondjuk, hogyha az egyetemről beszélünk, ugye a BME, meg mondjuk a Corvinus, és akkor ott így azért próbáltuk mindig rátrompolni egymásra, de így a pozitív értelemben, tehát hogy ott is motiváltuk egymást, hogy akkor gyerünk, akkor hát nem elég az ötös, az ilyen hatos kell. Az nagyon nagy dolog, hogy mind a ketten két olyan egyetemet végeztünk el, alap- és mesterszakot is, ami önmagában sem egyszerű elvégezni, hogy a sport mellett, de ennek köszönhetően viszont még egy tök nagy élményben részt vehettünk kétszer is az Univerziádén, ami ugyan mi olimpiára nem jutottunk ide, ez valahol egy kis olimpia, és egyébként azt nem mondtuk, hogy ilyen pozitív versenyélmény, de az, ja, az szerintem nagyon-nagyon jó volt, hogy a magyar zászlóval egyrészt bevonulni a nyitó ünnepségen, vagy amikor végre van egy csapat körülöttünk, és kijönnek snowboardosok, síelők, gyorskarisok szurkolni a versenyről, hogy tök az dolog. Úgyhogy... Igen, az úgyhogy mindenképpen beemelném ide. Amikor elérkezett az idő, hogy eldöntöttétek, ugye a 2013-14-es szezon után, hogy pontot tesztek a közös pályafutásotok végére, mi volt ott a döntés oka? Puff. Röviden. Ez így egy másodperc alatt történt. Nem tudom, mennyien tudják, ott egy edzésen egy baleset volt, és akkor éreztem azt, hogy nagyon szeretek korcsolyázni, de annyi pofont kaptunk ettől a koritól, hogy most jött el az a pont, hogy nem tud annyi pozitívumot adni nekem, hogy megérje az egészségemet ezért feláldozni. Abban sok minden benne volt, szerintem az EB csalódása is, utána nem annyira találtuk a helyünket, hogy a következő szezont elindítsuk, és ez a baleset meg kicsit szerintem olyan sorszerű volt, hogy egy pofon volt nekem, hogy ennek most itt kell véget érnie. Én ezt kicsit másképp látom. Valóban egy ilyen mély ponton voltunk, szerintem a Dóri nagyon nehezen élte meg tényleg ezt az EB-t, amiről már beszéltünk is, én is, de azért nem ilyen mértékben. És hát úgy nem... Ugye vége volt egy olimpiai ciklusnak, és úgy nem láttunk úgy... Nem volt úgy igazán nagy motiváció, úgy nem... Mind a kettőnknek úgy voltak egyéb elfoglaltságai is, és a legrosszabbkor jött ez a baleset. Egyébként már elkészültek az évi programok, egy nyári felkészülés után voltunk, és éppen itthon mutattuk be Illi néninek a kint elkészített programokat, mert ő akkor nem jött velünk, és tényleg a legrosszabbkor jött. Hát nyilván ez sosem jön jókor, de a karrierünk szempontjából szerintem ez katalizálta ezt a döntést. Elsősorban a Dóri részéről, tehát én nem szerettem volna még abba hagyni, de szerintem ő mérlegelte, és amit az előbb is elmondott, hogy neki ez már így nem ért volna meg, nyilván még plusz 4 évet, amit én akkor nagyon, én arra egy kicsit... Hát nem is kicsit, de a lényeg, hogy meg közben meg nagyon, nagyon nagy lelkiismeret furdalásom is volt, mert ezt én okoztam tulajdonképpen ezt a balesetet egy ilyen emelésből, való eséssel, és ezt, tehát ez nekem is rossz volt, de neki nyilván hatványozottan rosszabb volt, és szerintem, mivel ott vége lett egy ciklusnak, sokan abba hagyták, mivel eléggé kitartottunk egymás mellett, nem csapongtunk így
szakmai értelemben. Ezért szerintem ott lett volna még egy lehetőségünk mondjuk 2018-ban egy olimpiai kvótára, egy szereplésre, és ezt én ebben emiatt vagyok hát tulajdonképpen a mai napig egy kicsit csalódott, de hát emellett meg a nagyon sok pozitívum van a mérleg másik oldalán, úgyhogy azt is azért figyelme kell venni. És Balázs, te egy év kihagyást követően aztán a 2015-16-os szezonban a versenyeken egy új partnerrel folytattad, ugye, Karolina Moszkenivel, aki Lukács Ádámmal korcsolyázott korábban, és akkor, ha jól tudom, te Milánóba mentél és ott készültetek, ugye Barbara Fuszárpolival, aki szintén világhírű olimpiai bronzérmes, világ és Európa-bajnok, korábbi jégtáncos. Hogyan éltette meg azt a szezont, és hogy alakult az végül, hogy ott az egy ilyen egy szezon lett számotokra? Egy két versenyes szezon. Igen. Hát egy kicsit hosszú a történet, de megpróbálom dióhéjba foglalni. Tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy ezt az együttműködést, ezt valójában csak azok nem akarták, akik részt vettek benne. Tehát jó magam és Karolina sem szerette volna ezt. Ugyanakkor nekem, mikor a Dóri kimondta, hogy ezt nem szeretné folytatni, én jó néhányat ugye aludtam rá, és én felvettem a kapcsolatot egy francia lányjal, Esther Elizabeth-tel, akivel már korábbi lyoni edzőtáborokból ismertük egymást, és éppen partnert keresett, hogy akkor próbáljuk ki. Ez egy nagyon jól sikerült próbakorcsolyázás volt, aztán nem sokkal utána ide is költözött, és megkezdtük a közös edzést. Sajnos azonban az akkori hát ilyen sportdiplomáciai vagy sportpolitikai okok miatt őt nem akarták, neki nem akartak magyar versenyengedélyt adni. Úgyhogy elég sokáig céltalanul edzettünk, és a szövetség egy idő után hát az akkori álláspont, tehát az akkori vezetőség ezt így nem igazán támogatta, hiszen az ő céljuk az volt, hogy legyen résztvevő világversenyeken, és akkor éppen nem volt egy felnőtt versenyképes pár sem. És akkor innen jött tulajdonképpen ez a, hát egy kicsit sarokba szorítva éreztem magam, mert döntenem kellett, hogy akkor vagy folytatom az Esztellel, de akkor mindenféle támogatás nélkül, amit nem tudtam, ami egyenlő lett volna számunkra azzal, hogy akkor nem folytatjuk, vagy akkor kimegyek szerencsét próbálni Milánóba egy egyébként olyan lányhoz, aki kis ilyen magasabb nálam, akkor tulajdonképpen szerintem tehát több fizikai szempontból sem illettünk így össze. Ez az árnyoldala, a fényoldala, az pedig az, hogy én ezt nagyon kihasználtam, ezt a milánói fél évet. Ott nagyon sokat tanultam, nagyon szerettem ott dolgozni abban a csapatban. Tulajdonképpen a célt azt, hogy legyen Európa, legyen egy magyar pár az Európa-bajnokságon sikerült elérnünk úgy, hogy egyetlen egy esélyünk volt, hogy megszerezzük a technikai minimum pontszámot. Úgyhogy én abból sem szerettem volna igazából, hogy Isten igazából kiszállni, bár nem éreztem, hogy ez egy ideális partnerség lenne, de én az a kicsit úgy érzem, hogy ez a addig csinálom, amíg lehet, és nem feladós típusnak vallom magam, és hát ott tulajdonképpen végül is közölték velem, hogy akkor ez így nem, ennek így nem lesz jövője, úgyhogy akkor ennek így lett vége, így az Európa-bajnokság, pozsonyi Európa-bajnokság után. Utána viszont úgy alakult, hogy ha már nem is a versenyeken, de jégrevűben Esztellel tudtad utána folytatni. Mesélj egy kicsit arról az időszakról, hogy ez... Igen, hát ott egyébként
Én továbbra sem tettem le a versenyzésről, tehát Eszterrel ugyanúgy elkezdtünk közösen dolgozni, lebegett a szemünk előtt az, hogy végre megmutassuk azt, amit tudunk. Na, ez a pozitív tulajdonság. Kitartó. Ugyanakkor, és utána rá egy fél évre megkapta a versenyengedélyt, ugyanakkor akkor már egy olyan ilyen erőteret láttam magam körül kibontakozni, meg olyan feltételekhez kötöttem az én, vagy a mi közös sportolásunkat, amit az akkori szövetség nem tudott kielégíteni. Én nem szeretném nyilván, én senkit sem szeretném hibáztatni, de nyilván az embernek először saját magába kell néznie, de úgy alakult, hogy így akkor ebbe az irányba, a jégszínházas irányba vettük az irányt. Hát emiatt aztán úgy döntöttünk, hogy akkor kipróbáljuk magunkat a jégrevő világában, tulajdonképpen egy úszó konzervdobozon, egy hajón, vagy hát több külön hajón a Karibi térségben, ilyen óceánjáró hajókon kezdtünk el dolgozni, és ez is egyébként egy elég nagy kihívás volt. Korántsem hát elégítette ki tulajdonképpen ezeket a versenyzői vágyakat, de új kihívásokat kaptunk a fejfeletti kitartott emelésekkel és egyéb sóelemekkel, úgyhogy azt csináltuk egy ideig. Dóri, te miután abba hagytad a versenysportot, téged merre sodort az élet, és mivel foglalkozol? Ne, én nem 14-ben hagytam abba a versenysportot, hanem 16-ban. 14-ben volt ugye ez a ominózus baleset. Ugyan fizikálisan akkor körülbelül egy ilyen 2 hónap volt, mire úgy, ugye, hogy felgyógyultam, de azt hiszem sokkal több volt a mentális felgyógyulás, az 10 hónapon keresztül én sportpszichológussal dolgoztam, és hát egyébként sikeres volt, mert kiderült, én azt hiszem ez valahol így fél időben, hogy Magyarország kapta a 16-os szinkronkorcső világbajnokság rendezési jogát, és nekem édesanyám vetette fel, hogy de mi lenne, ha ott búcsúznék el a koritól, ezért mégiscsak a 15-6, nem tudom hány évet jelentett nekem az életemből a korcsolya, hogy azért mégis szépen hagyjam abba. És akkor elkezdtünk a sportpszichológussal dolgozni, hogy nekem jégre kell menni, sőt emelni is fognak. Úgyhogy ezen elkezdtünk dolgozni, és májusban mentem le először a jégre. Hát akkor úgy szerintem, hogy teljesen lesokkoltam mindenkit, hogy én szinkronkorcsolyázni megyek. És hozzáteszem, szerintem az egyik legjobb döntés volt. Nagyon alulértékelt sportág, méltatlanul szerintem, mert ugyan nem olimpiai sportág, és ha közönség szempontjából nézem, a leglátványosabb korcsolya sportág. Azért, amikor 16-an egyszerre mozognak, annál szerintem kevesebb igazán látványos van. És egy nagyon jó hangulatú, nagyon kedves csapatba kerültem bele, akik nagyon gyorsan maguk közé fogadtak, és nagyon jó volt abban az egy évben ennek a részese lenni megint, hogy egy hazai esemény, és kipróbálni azt, hogy milyen ekkora nagy csapatban, hiszen mi csak egy 2 fős csapatban dolgoztunk, hogy milyen egy ilyen nagy stábbal együtt dolgozni, és egyébként ez nagyon hiányzott a mi pályafutásunkból is, hogy oké, hogy mi nyilván ketten versenyzünk, de hogy nincs egy csapat körülöttünk, hogy tök jó lett volna, ha van egyrészt húzóerő, másrészt vannak olyan emberi kapcsolatok, barátok ott a jégen, tehát egyébként azt mondom, tök jó lett volna, ezért is volt jó, amikor külföldön együtt edzettünk másokkal, így az motivál egyébként, ha többen vannak, igen, és így itt is tök jó volt, hogy 16-an, hiszen mindenkinek vannak mélypontja, akad másik húzta ki, és ez az egy év, ez arról szólt nekem, és talán itt szerettem meg úgy a korcsolyát, mert már nagyon szép emlékekkel gondolok vissza rá, hogy nem is érdekelt, hogy hányadikat lennék. Tehát most megkérdezed, nem tudom elmondani a szinkronkorcsolyás eredményeimet, de arra viszont minden versenyen megvan az érzés, hogy milyen volt lekorcsolyázni a programot,
a közönségnek, és csak azért korizni, hogy minden egyes másodpercét élvez. És tényleg tök jó volt így, nem tudom, 5-6 versenyen indultunk, hogy az volt a cél, hogy én jól érezzem magam. És ugye indultunk a hazai VB-n is, és én voltam a csapatban a legkisebb, úgyhogy én kocsiáztam be legutoljára jégre, amikor felmentünk a hazai VB-n, és hát az nagyon fantasztikus volt, hogy láttam, hogy ott 15 emberhez megyek oda, és én ennek a részese lehetek, és körülöttünk, hát nem tudom, mennyien férnek a szimába, több ezer ember, és akkor megint előjöttek, amit mi már egyszer átéltünk, és az nagyon jó érzés volt. És azért mondtam azt, hogy már akkor nem tudott érdekelni engem azt sem, hogy mi 14-ben milyen eredményt értünk el, mert onnan is azok az élmények maradtak meg, hogy milyen fantasztikus korcsolyázni, hogy maga az a flow, amit éreztünk akkor, úgyhogy én nagyon örülök, hogy részes lehettem ennek a szinkron VB-nek is, és egyébként én nagyon szeretném, ha ők megkapnák azt a támogatást, amit megérdemelnek, mind Sportex szinten, mind pedig az a csapat, mert szerintem többet érdemel a szinkronkori, úgyhogy én nagyon hálás vagyok nekik. Aztán ugyan jégpályáról én elkerültem, de nem távolodtam el a sporttól. Én az M4 sportcsapatát erősítem, mint szerkesztő riporter, sőt, nekem olimpiai élmények is megadattak. Én rögtön, amikor elmentem az M4-hez, ugye a riói olimpián is részt vehettem, mint társszerkesztő. De ami talán nagyobb élmény, az a Pyeongchangi olimpia, ahol Hamzó Gottfrieddal együtt védtük végig a rövidpályás gyors korcsolyázóknak. Már 4 évvel ezelőtt elkezdtük a világkupáknak, ugye akkor elkezdte az M4 közvetíteni, és együtt szerkesztettük végig, és az valahol ott csúcsosodott ki, ahol ugye a 4 fiú olimpiai bajnok lett. Ugye mi teljesen a háttérbe dolgoztunk, de egyébként egy nagyon klassz élmény volt, hogy milyen, amikor végre Magyarország először olimpiát nyer, de igazából örültünk, de nekünk arra kellett koncentrálni, hogy mi mindent át tudjunk adni a nézőknek, amit ők ott kint éreztek, és ez egy nagyon jó élmény volt, amikor arról kellett dönteni, hogy akkor most mi kerül képernyőre, ki beszél, miket mutatunk meg. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy nekünk jutott olimpiai, vagy hát nekem jutott, ha meg kicsit más, nem is sportolói oldalról, de olimpiai élmény, hogy mi szerkesztettük az első magyar téli olimpiai bajnoki címet. Úgyhogy én. Balázs, te ma mivel foglalkozol? Ha jól tudom, te a jég közelében maradtál. Igen, eléggé vegyes foglalkozású vagyok. Egyrészt így a Covid előtti időben jöttem én még haza 2020. februárjában az utolsó hajós szerződésemről, az 5-ről, de nem azzal a céllal, hogy akkor én azt ott végleg abba hagyom, hanem egy hosszabb pihenőre. Hát ez most egy jó hosszú pihenőre sikerült. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban még mi vár rám, vagy nem vár rám a jövőben. Jelenleg egy multinál dolgozom, de ez szerencsére eléggé rugalmas, úgyhogy így emellett jut idő arra, hogy a jégen foglalkozzak gyerekekkel, utánpótlással, és ezt két különböző helyszínen teszem meg így a hét folyamán. Egyrészt a kint Káposztásmegyeren a Vasas műkorcsolyának segítek, leginkább a tanfolyamrendszerű képzésen, illetve hát a műkorisoknak próbálom javítani, amennyire én hozzá tudok szólni a korcsolya technikájukat. Emellett ott igénybe vesznek olykor-olykor koreográfia szándékkal is, illetve itt a gyakorló jégcsarnokban pedig az UTE jégtánc vonalat próbálom így képviselni, támogatni. Úgyhogy el vagyok foglalva. Visszatekintve a pályafutásotokra, mit mondanátok a most korcsolyázni kezdő gyerekeknek? Miért választák a jégtáncot? Ez ilyen 40 milliós kérdés. Hogy konkrétan a jégtáncot, vagy magát a korcsolyázást?
Konkrétan a Konkrétan a jégtáncot. jégtáncot. Hát, ugye, ami egy ilyen alapvető előnye ennek a, azon kívül, hogy egy gyönyörű sport, az az, hogy a két fél tulajdonképpen a nagybetűs élet előtt kipróbálja a kisbetűs verzióját. Tehát, hogy tényleg együtt meg kell tanulniuk együttműködni a fiúnak és a lánynak, és ez egy borzasztó jó lecke sorozat az életre. Mondjál te is valamit? Én nem is azt mondanám, hogy miért választák ezt, inkább azt mondom, hogy én mit kaptam tőle. Nagyon sok pofont is kaptunk, de rengeteget tanultunk, rengeteg mindent kipróbálhattunk. Nagyon sok olyan nehézségbe ütköztünk, amiben meg kellett tanulni felállni. És ami a legfontosabb szerintem, hogy kaptam egy olyan, több mint barátot, egy olyan embert, aki szinte a testvérem, és akit tudom, hogy bármikor felhívhatok a mai napig, ő segít nekem, vagy támogat, vagy csak beszélünk egy jót, és talán ez a legfontosabb. Igen, csak legyen térerő, ez fontos. Ezzel egyetértek, és nagyon kellenek a fiúk a jégtáncba, úgyhogy sokszor kritika éri ezt a történetet, hogy hát, hogy aki fiú és korcsolyázni szeretne, az miért menjen akár műkorizni, akár jégtáncolni, inkább a jégkorongot, vagy most már a gyors korcsolyát fogják inkább választani. Tulajdonképpen bármelyik egy jó választás, de szerintem azért érdemes nyitottnak lenni, nyitott szemmel járni, adott esetben egy jégkorongedzésre is egy szülőnek, mert hogyha azt látja, hogy esetleg ott nincs olyan sikerélménye egy gyereknek, kilóg a csapatból, nem szereti annyira, akkor nyugodtan meg lehet próbálni ezt is. Ez nem arról szól, hogy itt a fiúk tütüben rohangálnak. Ez körülbelül a leszúrt Rydbergerrel egyenértékű tévhit, és ezért szerintem én buzdítanám a gyerkőcöket, hogy jöjjenek.